99.tv. Otthon, város, Ferencváros. Átadták a Ferencváros közbiztonságáért díjat. Kerületünk idén is indul a Nemzeti Vártán. Ferencvárosban járt Erdő Péter bíboros. Bölcsödék napja, jelentősen növekszik a bölcsödei helyek száma ősztől. Sport és néptánc a kerületi óvodásoknak. Szeretettel köszöntjük Önöket! Múlt héten került átadásra Ferencváros közbiztonságáért díja, amit Ötvös Irén őrnagy kapott. Ebből az alkalomból a kerületi rendőrkapitányság további 6 munkatársa polgármesteri elismerésben részesült. Az ünnepélyes átadót a házasságkötőteremben tartották. Április 24-e, Sárkányülő Szent György napja, az a rendőrség védőszentje, tehát ez a mi életünkben egy jelentős ünnep. Most kerül kiosztásra a Ferencváros közbiztonságáért díj. Ötvös Irén őrnagyasszony kapja, aki nálunk igazgatásrendészeti osztályvezető, több mint 30 éve dolgozik már a kerületben, tehát azt gondolom, hogy jó helyre kerül ez a díj mindenféleképpen. Ötvös Irén, rendőrőrnagy, 1984 óta dolgozik a rendőrség hivatalos állományában. A BRFH 9. kerületi rendőrkapitányság közrendvédelmi osztályán objektumőrként kezdett, majd a kapitányság igazgatásrendészeti osztályán szabálysértési előadóként teljesített szolgálatot. Kiemelkedő munkája elismeréseként 1992-ben tiszti beosztásban főelőadói kinevezést kapott, majd 2004-ben az igazságrendészeti osztály állományában az osztályvezetői feladatok ellátására nevezték ki, melyet a mai napig kimagasló tudással és hozzáértéssel végez. Az évek során a változó körülményekhez minden esetben maximálisan alkalmazkodott, folyamatosan képezte magát, szakmai elkötelezettsége, a testület iránti lojalitása, beosztottai munkatársai példaképévé tették. Ötvös Irén, Ferencváros közbiztonságáért díj. Ferencváros közbiztonságáért díját Ötvös Irén rendőrőrnagy kapja. Köszönöm. 30 évvel ezelőtt mi vonzotta annyira a rendőri szakmában, hogy erre a pályára lépett? Hát igazán fogalmam sem volt róla, hogy mit jelent a rendőrség, olyannyira nem, hogy még azt se tudtam, hogy itt pisztolyt fognak adni. Tehát ez egy teljesen véletlenszerű dolog volt, hogy én idejöttem dolgozni, és ez úgy kialakult, hogy mégiscsak itt ragadtam, és tetszett ez a dolog. Hűséges is maradt akkor végig Ferencváros, az a Ferencvárosi kapitányság. Ide szereltem föl, és azóta is itt dolgozom. Konkrétan milyen feladatokat lát el? Jelenleg igazgatásrendészeti osztályvezető vagyok, és az igazgatásrendészeti osztály feladata szabálysértési eljárások lefolytatása, közigazgatási bírságok, személy- és vagyonőri igazolvány kiadása, tehát különböző rendészeti tevékenység, itt még sorolhatnám, még van egy pár feladatunk. Hát ez nem egy hálás feladat, mert a szabálysértési bírságot senki nem szokta szeretni, tehát igazán nem egy kedvelt ág ilyen szempontból, mivel bírságot szabunk ki, igen. Tehát alapvetően ez egy irodai munka. Így van, ez egy irodai munka. Nagyon kevés feladatunk van közterületen, azért akad, de természetesen azért rendőrök vagyunk, ugyanúgy, mint a többi szakág. De alapvetően irodai munka, igen. És az igazgatásrendészet érdekes, mert tényleg sokrétű, nagyon sok jogszabályt kell alkalmazni, jogszabályt kell tudni, tehát ez egy picit változatosabbá teszi a munkánkat. Mit szól most ehhez az elismeréshez? Volt már hasonló elismerésben része? Nem, nagyon boldog vagyok. Nagyon örülök, és nagyon szépen köszönöm még egyszer, mind a polgármester úrnak, mind a kapitány úrnak, tényleg egy megtisztelő kitüntetés volt. Másik 6 kollégám kap elismerő oklevelet és pénzutalmat a polgármester úrtól. Ugye tavasszal volt egy közösszél fenyegetés sorozat, ahol a polgármesteri hivatal több alkalommal bombával megfenyegették. Erre alakult egy nyomozócsoport, és egy sikeres összehangolt rendőri intézkedés folyamán elfogásra került ennek elkövetője, és polgármester úr emelő feszítéseinket kívánja elismerő oklevéllel és pénzutalommal jutalmazni. A budapesti rendőrfőkapitányság 9. kerületi rendőrkapitányság bűnügyi osztályának munkatársai kiváló teljesítményükért polgármesteri elismerő oklevélben részesülnek egy sikerrel zárult rendőri akció miatt. Az év elején a többszörösen bombariadóval fenyegetőző valótlan tényállításával elkövetett közbeszéllyel fenyegetés büntettével gyanúsított elkövetőt az összehangolt rendőri akció során sikeresen elfogták. Az eseményben való részvételükért az oklevelet kiérdemelték. Dr. Sallai Gábor, rendőralezredes, jelenlegi beosztása kapitányságvezető helyettes. Nagy Zoltán, rendőrtörzsőmester.
Huszovszky Norbert József rendőrszázados főnyomozó, Csontos Csilla rendőrőrmester vizsgáló, Hajdara László rendőrfőtörzs zászlós, Csiszár Attila rendőrhadnagy. Az eljárás során a kihallgatások és az összegyűjtött adatok alapján egy részletes akcióteret dolgoztunk ki. A dr. Sarlai Gábor rendőralezeres úr és a Sterl István rendőralezeres úrnak a segítségével. Ez az akció, ez hétfőn reggel indult. A telefonfülkéknek a figyeléséből és járőrzésből állt. A második napján az akciónak, ez a keddi nap volt, sikerült is elfogni az elkövetőt, a Csiszár Attilának és a Csontos Csillának. Az akcióban 18 fő vett részt és 8 gépjármű. Mindenkinek szeretném megköszönni a részvételt, illetve az embereknek meg a türelmét, amit a bombakutatóknak a munkája során tanúsítottak. 2012-ben Ferencváros lett az első a nemzeti vágtán. Vas Jennifer és Cordoba nevű lova Ferencváros színeiben elsőként ért a célba. Idén szeptember 20 és 22-e között kerül megrendezésre a nemzeti vágta, amelyen természetesen kerületünk is indul. Ünnepélyes bevonulással kezdődött a nemzeti vágtát beharangozó sajtótájékoztató a verseny helyszínének a Hősök terének közelében, a Városligeti műjégpályán. Az eseményen dr. Bácskai János a tavalyi versenygyőztes Ferencváros polgármestereként átadta a vándorkardot Székely Tibornak, a nemzeti vágta főkapitányának. A sajtótájékoztatón Vas Jennifer is részt vett. Szeptemberben visszakapjuk a kardot, polgármester úr? Bízom benne, ezt meg is ígértem az itt lévőknek, hogy csak átmenetileg hoztuk ezt a kardot, úgyhogy visszavisszük Ferencvárosba. Részleteket tudunk már, hogy miként fog indulni Ferencváros? A lovas már megvan, a lovat keressük még. Tehát Jennifer természetesen vállalta, egy jó lovat keressünk még alá. A nemzeti vágta győzelemnek mi volt a legnagyobb hozadéka számodra? Hát sokan megismertek, nagyon sok embert én is megismertem, és nagyon pozitív a hozzáállás mindenkitől, úgyhogy ennek nagyon örültem. Az Ecseri úti Szent Kereszt plébánián tett néhány napos látogatást a közelmúltban Erdő Péter bíboros, aki gyermekkorában hosszabb ideig is élt kerületünkben, a Rádai utcában. A látogatás a vasárnap déli szentmisével zárult, amit bíboros úr celebrált. A kerületben, mint másutt is Budapesten és az Egyházmegyében az egyes plébániákat látogatom. Az utóbbi napokban itt a Szent Kereszt plébánián jártam egyházlátogatáson, voltam kórházban, iskolában, öreg otthonban. A plébániának minden tevékenységét sikerült áttekinteni itt Lajos atya vezetésével. Találkoztam azokkal a közösségekkel, akik a templomban, templom körül és a plébánia életében tevékenyek. Megismerkedtem karitatív tevékenységekkel, szociális munkával, láttam bibliaköröktől, az énekkarokon és a hittanos csoportokon keresztül nagyon sok értékes tevékenységet, és hát látom azt, hogy itt egy jó közösség van, olyan emberek, akik tudnak egymásról, számon tartják egymást, ha kell, akkor segítenek egymásnak, sőt, kivilágoknak is. És most lesz még délben egy szentmise is. Igen, hát ez a csúcsa, ez a koronája mindig a látogatásnak, amikor az oltár körül is találkozunk az egész hívőközösséggel. Úgy tudom egyébként, hogy önnek komoly kötődései vannak Ferencvároshoz. Természetesen gyerekkoromban ide költöztünk a Rádai utcába, és hát sokáig itt is laktam, úgyhogy a szüleim lakása az most is ott található, ilyen értelemben ferencvárosi vagyok. 1852. április 21-én nyílt meg az első bölcsöde hazánkban. Ez a nap 2010 óta hivatalosan is a bölcsödék napja, amihez kapcsolódva Ferencvárosban minden évben szakmai fórumot szerveznek. Meg
megtisztelő ez nekünk, hogy erkölcsileg elismerik a mi szakmánkat, ugyanúgy, mint a pedagógusokét, vagy a köztisztviselők napját, tehát most ugyanez a helyzet a bölcsődei nappal is. A vers, mese, mondóka, ének tulajdonképpen ez a témája és mottoja a mai szakmai napunknak. Ezt pontosan azért választottuk, mert itt a gondozónő gyerek kapcsolatának javítása a háttér célja ennek a rendezvénynek, és ehhez kapcsolódnak azok az előadások, amiket külső előadókat hívtunk. És van még egy nagyon fontos témája ennek a mai napnak. Az elmúlt években mindig kérdeztem, mindig beszélgettünk arról, hogy hát igen, nagyon kellene egy bölcsöde a kerületbe. Jó hír, hogy szeptembertől a Varázskert bölcsödébe várják a piciket. Igen, még ez annyira nem 100%, mert mi erre tervezzük, de remélhetőleg nagyon bízunk abba a szülőkkel együtt, hogy tényleg meg tud indulni és meg tud nyitni ez a bölcsöde. Nagyon azon dolgozunk mindannyian, úgyhogy hát nagyon várjuk, gyönyörű az épület. Az épület egyébként már elkészült, tehát most már csak az engedélyeztetés van hátra? Így van, de a berendezés még nincs, tehát gyakorlatilag közbeszerzési eljárás folyik. A Dési Huber utcai bölcsöde is bővő férőhelyekkel, tehát oda is sokkal többen fognak tudni majd járni. Igen, 28 férőhelyel tudjuk bővíteni azt az intézményt. Most a Ferencvárosi Idősek Klubja van abban az épületszárban, és az most kiköltözik majd. Ők kapnak egy újabb helyet, és akkor így tulajdonképpen visszakapjuk a mi épületszárnyunkat, és oda 28 kisgyermeket tudunk elhelyezni. Ott milyen átalakítások lesznek, és ezek mikor fognak lezárulni? Az átalakítások, az a konyha, teljes átalakítás, a szigetelés, ablakcsere, és a kert egy részének lesz a felújítása. És mikor a várható a befejezés? Szeretnénk azt is szeptemberben megnyitni. Idén második alkalommal került megrendezésre a Ferencvárosi Óvodás Sporttalálkozó és Táncház az egészséges életmód jegyében. A programnak a Ferencvárosi Művelődési Központ adott otthont. 9 kerületi óvoda jelentkezett, és megközelítőleg 144 óvodás vesz részt a táncház és sportfoglalkozáson. Mindenképpen az egészséges életmódra nevelést próbáltuk ezzel a rendezvénnyel erősíteni. Mind a mozgással, mind a tánccal próbáltunk a gyerekeknek kedvet ébreszteni a mozgás szeretet iránt. És almát és üdítőt kapnak ajándékba, ezzel pedig az egészséges táplálkozást próbáljuk erősíteni. Volt ugrás, fordulás, a labdát kellett kerülgetni a bóják körül, meg ilyenek. Mennyit sportoltok az óvodába? Elég sokat. Ez mit jelent, milyen gyakorisággal egy héten, hányszor mondjuk? Egy nap így megyünk tornázni, úszni, meg így. Ez mind az óviba? Igen. Kétszer megyek négyszer megyek egy héten sportolni. És mit sportolsz még? Kézilabda, úszás és még torna. Mennyire táplálkoztok egészségesen? Tudjátok-e mi az, hogy egészségesen táplálkozni? Én egy héten majdnem mindig egészségesen táplálkozom, mert apa néha szokott csinálni hamburgert, meg ilyeneket. De azt szerinted egészséges hamburger? Nem. Akkor mi az, ami egészséges? Mölcs, meg ilyenek. Én minden este... Szilva, meg ilyen. Meg alma. Én minden este eszek gyümölcsöt. A 9.tv heti híreit láthatták. Friss hírekkel várjuk Önöket jövő héten, hétfőn is. További nagyon kellemes hetet kívánunk Önöknek. Viszontlátásra! Kilenc pont TV. Otthon, város, Ferencváros.